érzed már, hogy hív a szó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Táncra felhív a karnevál, forró éjszakát bulizni hív a vágy. Érezd jól magad, hidd el, nem szól senki rád. Szól a dobbere, a dalunk szép lehet, el nem búcsúzunk, amíg jó neked. Tapsol a nagy világ, a kezed csapjad össze, hát húá. Szuper a buli, gyere, mulass jól, vidáman élni jó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Miénk a buli, gyere, mulass jól, ha érzed már, hogy hív a szó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Táncra felhív a karnevál, sok-sok jó barát, a zene táncra vár, buli az életünk, ez a ritmus rád talál. Gyere hát, táncra fel, a csocsesz énekel, bulasd át velem az életet, én mindig ott leszek, hogy a jó kedv jobb legyen. Gyere hát, szuper a buli, gyere bulasd jól, bulasd jól, vidáman élni jó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Miénk a buli, gyere bulasd jól, ha érzed már, hogy hív a szó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Érezd jól magad, hidd el, nem szól senki rád. Szól a dobbere, a dalunk szép lehet, el nem búcsúzunk, amíg jó neked. Tapsol a nagy világ, a kezed csapjad össze, hát húá. Szuper a buli, gyere, mulass jól, mulass jól, vidáman élni jó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Miénk a buli, gyere, mulass jól, ha érzed már, hogy hív a szó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Hát akkor szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelettel köszönök minden kedves rádió hallgatót. Önök a Mercy Rádiót hallgatják, és ahogy ígértem, ma délután egy nagyon kedves barátom jött ide hozzánk egy kicsit beszélgetni, be szeretném mutatni. Tisztelettel, szia Kornél, üdvözöllek! Üdvözöllek, Miki, sok szeretettel köszöntöm a Mercy Rádió hallgatóit is. Szia! Mindig meg szoktam kérdezni, hogy hogy vagy? Köszönöm, nagyon jól. Na. A tegnapi buli után, most már egy kicsit megpihenve, de jól, köszönöm. Miért? Hol voltál tegnap? Hát tegnap egy csodálatos házi buli Attilával és Merszékkel csodálatos koncert volt az Alföldön. Aha, biztos vagyok benne, hogy nem tudod a nevét, mert én nem tudom, hol voltunk tegnap. Ömbölj! Jaj, végre egy okos ember van mellette, nem csak Erzsike. Jaj, na hát. És akkor ugye milyen jó közönség volt? A közönség az csodálatos volt, a rendezőség is szerintem csodálatosan megszervezte ezt a kis programot ebbe a kicsi faluba, és aki teheti, az ma este 7 órától tartson velünk szerintem ismét, és szerintem ugyanilyen jó. Ma folytassuk, nem? Igen. Na, és nézd meg, közben beköszöntek neked, majd tedd rá, légy szíves, én még addig benézem, hogy az Zoli, légy szíves, segíts nekünk egy kicsit, jó? Egy Facebookot légy szíves, állítsál be a másik gépen. Egy kicsit rekedt a hangom, ha hiszik, hanem belázasodtam az éjszaka folyamán, mikor megérkeztünk, gyógyszert kellett bevennem.
Hát azért lehet hallani a hangomon, de remélem, hogy megmaradok. Nem tudom, hogy mi lesz éjszakára velem, vagy holnap, de hát még úgy nem. Úgy nem volt, hogy ne legyen. És akkor közben nézem, hogy kik köszöntek be neked, Kornél. Mit szeretsz, hogyha Kornélnak szólítalak, vagy Kokónak? Melyik jó neked? Hát nekem mind a kettő ugyanúgy fekszik. Jó, hát akkor én nekem maradsz Kornél, jó? Na nézzük, azt mondja, szia Bianca, Bianca beköszönt neked, aztán Sós Jolcsi, szia Miki, puszi mindnyájatoknak, kezit csokolom Jolcsika, aztán Boszorkányok, Boszorkánya, szia drága, Majorné Nagy Zsanett, tudod, ahol a kutyát vittük? Igen. Okay. Igen, neki van ez a csodálatosan gyönyörű kislánya. Majorné Nagy, hát persze, az imént láttam egy képet, aztán Sárközi Misi is, a nagy zenész barátunk, tudod, Kanizsán, ő a környék legjobb gitárosa. Aztán Rostásné Marika Etelka, szia várjak, nagyon itt vagyunk, aztán Erdei József, szevasz Józsikám, tiszteletem, aztán Cser Katalinak, Cser Katalint, azt megnézem a képét, ismerem, biztos vagyok benne, kezi csokrom Katalin, jó estét, jó estét, jó napot, vagy szép délutánt, 4 óra, 8 perc van, hát akkor inkább délutánt. Szia Kokka, azt mondja, Sors Jolcsi neked. Látod most? Igen, látom. Na, olvasd tovább akkor, ha lehet. Nagy Józsi bácsi is üdvözöl minket, szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket, hát neki is csodálatos délutánt kívánok. És kicsit hangosabban beszélsz, vagy adjak rád hangot? Hát beszélhetek hangosabban. Nem, adok rád hangot így, jó? Igen. Nagyszerű. És közben, hogyha köhögök, elnézést szeretnék önöktől kérni egy kicsit, tényleg még van bennem még. Aztán Rostás László, szia Miki, szia Lacikám. Hallom hangotokon, tegnap én énekeltem magatokon, hát nem énekeltünk, hanem üvöltöttünk, nagyon jó hangulat volt különben tegnap. Lacik Macsi, szia Lacik Macsi, remélem, hogy most már te jobban vagy, mint én, mert én még nem vagyok az igazi, de szerintem jó lesz. Üdvözöljük a vendéget, Gulyásné Rabosai Marika, azt mondta, látod? Igen. És aztán még jobbulást kívánok, Katika mondja nekem. Azt a Herceg Zsuzsanna, kezdj csokon Zsuzsanna. Zsuzsanna, miért vagy te olyan keveset velünk, légy olyan kedves, ezt írd meg nekem. Biztos dolgozol, nagyon sok a munkát, stb. Sorolhatnánk. Ha, na, hát akkor beszélgessünk veled egy kicsit, jó, Kornél? Természetesen. Oda, oké. Kornél, te hová valósi vagy, hogy a kedves vendégek, hallgatók tudnak? Egy kicsit bővebbet mondjál el magadról, légy szíves, mutatkozzál egy pár mondatba, hogy egyáltalán ki vagy, mi vagy, mit kell, mit rólad, hogyan. Sorolhatnám, tessék. Hát én egy baranyai kisfalúval érkeztem hozzátok, Vajszlom elől Lúzsokról. Én ott lakom. Parasz gyerek vagy? Mondhatjuk úgy is. Vidéki. Nagyszerű. Vidéki vagy. Tovább, mondja, de csak én néha beléd bökök egy ilyen kis kést. Nem vagyok már ma gonosz manó, csak mondom. Hát én kicsit a szerencse fiának érzem magam. Na, mert? Hogy így közétek be tudtam csatlakozni. Ugyanis ez egy hirtelen kipattant ötlet alapján jött létre, amin mi elindultunk. Hát emlékszem én arra, amikor volt a Pásinak ez a közép döntője, én ott voltam zsűri, aztán azt mondtam, hogy ebből a gyerekből csinálok embert. Mondjad, folytasd csak nekem. Hát így van, erre akartam rátérni, mondjad, hogy volt egy ilyen tehetségkutató a Fásimulatóban, aztán vagy a szerencsének köszönhető, vagy az élet alakította ezt így, hogy itt mi összeismerkedtünk, és onnan már úgy érzem, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogy én terveztem, vagy ahogy szeretném. Mi az elképzelés ez az életről, és közben bocsánatot szeretnék kérni, ki vagyok száradva, mint egy mesterhegedő és egy kis idegvizet? Hát az elképzelésem, illetve a terveim között azok a dolgok szerepeltek, hogy egy kicsit szeretném a médiában megismertetni magam, és így a zenei pályafutásom során egy kicsit szeretnék egy magasabb szintre kerülni, amit úgy érzem, hogy most jó úton halad. Hát már most ott vagy, nem? Mondhatjuk úgy is, hogy igen. Hát azért nagyon sok. Én nem akarok megbántani senkit, de amikor velünk szerepelsz, velünk vagy egy színpadon, vagy például tegnap már eljutottunk odáig, kedves hallgatóink, hogy vettem egy inget a Kokónak, Kornélnak. Képzeljük, megláttam egy inget. Na mondom, ez az ing, ez nekem való. És arra gondoltam, hogy Én papírforma szerint elmondanám neked, Kornél, hogyha én veszek egy ruhát, vagy egy cipőt, vagy valamit, akkor mindig kettőt veszek belőle, ha bejön nekem, ha megtetszik, mert én úgy vagyok vele, hogy ha elkopik, akkor előveszem a másikat, és akkor nincs gond. Érted? Így van. És arra gondoltam, hogy veszek kettőt, de én arra, na mondom, nem. Mondom, ez a Kornélnak milyen jól mutatnak is szoláriumos kis bőre mellé, mert én is ugye nagyon sokat járok szoláriumban, naponta kétszer. Egy ilyen
Milyen színű inget kaptál, Kornél? Hát egy szép citromsárga, zöld pálmákkal. Nagyon nyárgas. Igazi Hawaii. Nagyon. Én nekem bejött, de úgy vettem észre azért a tegnapi közönség is azért úgy ránk figyelt, hogy egy kicsit azért az a lényeg a mi öltözködésünkben, nem, hogy egy kicsit ne az utcait használjuk, hanem úgy egy kicsit ugyan művészi, vagy te hogy fogalmaznál? Hát én nem tudom, én úgy fogalmaznék, hogy szerintem... Színpadi, de igazán nem is az ink tetszett a közönségnek, hanem ami benne volt. Főleg, mikor azt mondtam, hogy aki hangosabban tapsol, az elnyerhet Kokkóval egy éjszakát. Hát az nagyon jó beszólásom volt. Kicsit durva volt szerintem, nem haragudtál meg rá? Nem. Biztos? Hát én értem a poént. De azt mondja, nagyon jól tetted, Kokó, így legalább előzetest kapunk tőled, írja a Rostás Etelka Bihari. Szia, drága Kokó puszi, mondja Boszorkány. Tudod a Boszorkány kicsoda? Igen, emlékszem. Aki az öletben ült. Így van. De azért én arra odafigyeltem, hogy esetleg én beszéltem a kedves férjével, a Roik Ferivel, és mondtam, hogy Feri, nehogy féltékeny legyél, mert aztán nékám ott tenne, hogy valami gond legyen. Közben Kovács Sándor jelentkezett be. Szia, Sándor, nagyon régen nem láttalak. És úgy vagyok vele, hogy többet voltál velünk, Sönyit, a múltkor, jó múltkor, de nem tudom, biztos átmentél valami másik rádióhoz. De nem baj, én szeretem a barátokat, ha tetszik, hanem én mindig szerettem, és főleg a kis picikét, a kis fiatokat. Kokó, mondjál valamit. Látom, pont egy plakátra kattintottál rá. Mi az? Igen. Mit kell róla tudni? Hogy? Csengődi, Hódmezővásárhelyen, a Csengődi vendéglőben hatalmas merci parti lesz, illetve én személyesen fel fogok lépni, amire jegyek megrendelhetők, illetve szerintem a helyszínen is megvásárolható. Ez vásár? Melyik városban leszünk? Hódmezővásár. Ez Szalaci rendezi ezt a bulit, látom azért. Igen. És hogy tetszik a poszter? Szerintem nagyon jó. Ugye, ugyan jó, kellemes. Igen, mutatós. Nagyszerű, na. Én úgy gondolom, hogy addig még egy kicsit bogarászunk ezen az oldalon, egy kicsit kis zenével szeretném a kedves rádió hallgatókat megbombázni. Én nekem ez a számod nagyon bejön. Mit szólsz hozzá, lejátsszuk? Na hát akkor konferáld belé, olyan kedves, hogyha már mikrofon előtt vagy. Hát akkor a következő szám pedig következzen Kokóbojtól, Sör, Bor, Pálinka, és mindenkinek jó zenehallgatást kívánok. És kinek küldenéd? Hát persze, hogy a Merci Rádió hallgatóinak. Na hát akkor csenduljon fel. Estel elittem a csajomtól, hogy most hívtak fel a melóból, hogy be kéne menni éjszakára, el is hitte szegény pára. Persze nem hívtak, vagyis nem onnan, parti volt a kantinban, hogy ki van kérve az italom régen, ott van az én helyem. Folyik a sör, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Cső, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínben látom a világot, ne vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Reggel leléptem a kocsmából, hogy most hívtak fel a melóból, hogy be kéne menni reggel hatra, be is vette az egész banda. Persze nem hívtak, vagyis nem onnan, az asszony volt a vonalban, hogy a híd alatt van az összes ruhám, ott van az én helyem. Folyik a sör, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Cső, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínben látom a világot, ne vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Jaj, de fáj a fejem, holnap egész nap kekszet eszem. Ajajajajajajaj, de fáj a fejem, van hány ingerem.
Esik a ső, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs, szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Ső, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínben látom a világot, ne vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Folyik a ső, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs, szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Ső, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínben látom a világot, ne vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Kedves egészségükre, hölgyeim és uraim, önök a Merci Rádiót hallgatják, 16 óra 18 perc van. Egy könnyebb időjárás jelentést beszeretnék olvasni. Hölgyeim és uraim, nagyon meleg van nálunk is, itt Zalaegerszegen. És akik most kapcsolódtak be a beszélgetésbe, Kovács Kornél a vendégünk itt a Merci Rádió stúdiójába. Még egyszer szeretettel köszöntelek, Kornél. Hát én is köszöntelek, Miki, és köszöntöm a Merci Rádió hallgatóit, és mind azokat, akik majd még ezután fognak közünk becsatolódni. Hát én azt szoktam mondani, hogy mondj el a jobboldali szomszédnak, baloldali szomszédnak, akkor már sztereóba fog szólni az egész, és akkor utána jön az, hogy a szembe szomszédnak, és akkor 2.1. Kovács Sándor azt mondja, Miki, nem mentem sehova, éjjel-nappal dolgozom, éjjaj, Sanyikám, akkor te olyan vagy, mint én. Semmi gond. Keressék a Baterán egy olyan jelvényt, hogy kiváló dolgozók, vagy esetleg a Stahanovista jelvényt, és el fogom neked postán küldeni, hogy a Merci Rádió legtöbbet dolgozott hallgatója. Sanyikám, üdvözöllek még egyszer, és vigyázz magadra, ne dolgozzál sokat, mert abból csak balhé lesz. Na hát azért neked is beköszöntök egy jó páran, nézd csak meg, Kornél. Igen, éppen azokat az SMS-eket olvasgatom, akik itt bejelentkeztek. E-mailek ezek, vagy mik, hogy hívják őket, Zoli? Hozzászólások. Hoppá. Hozzászólások. De mindenki kokkónak szól itt, nézd csak. Igen, látom. Nagyszerű, nem baj az? Hát igazán szerintem sokan nem is tudják a valódi nevemet. Így ismertek meg. Nem baj, hát figyelj, mi azok az emberek vagyunk, akik kiadják magukból a frankót. Ugye nem titkolózunk, igen, meg nem járt, mondhatnám azt, hogy azért nagyon, épp a múltkor a Lovai Laci volt a vendégem, képzeld el, és ugye mielőtt még folytatnám, azért ezt, neked ezt tudnod kell, mert ugye itt vagy az oldalon, hogy itt mindenki 24 éves. Igen. Ezt tudod, ugye? Igen, igen, ezt tudom. És közben azért Lovai Laci azt mondta, hogy én elmondta hány éves, képzeld el. És ez olyan jól esett nekem is, meg én is el szoktam mondani, nem titkolózunk, hogy jó, most ilyen plastikai, meg olyan izé mellátültetés, stb. Nézem, ilyen szép képet csináltak rólad. Ú, gyönyörű. Aha. Jó, nagyszerű. Igen, igen, köszönöm szépen. Ú, ez tudod, hol volt? Sörból pálinka kis tolmácson. Igen. Ez fergeteges buli volt. Az sem volt kutya az a buli, nem? Igen. Szép a dalai. Szépek a dalai. Hát szépek a dalai, persze, hogy szépek. Hát én szerintem nagyon jó kezekben van a Kornél. De én nekem ez a csúcs a Zsanettnek a kislánya. Ez a kép, igen, nézd meg. Igen, aranyos. Három éves kislány. 20. Igazi nagy rajongó. Nagyon-nagyon ügyes a kis csajszi. Én is nagyon szeretem, de én mond nekem ám egy másik. Ég egy másik kép, oda néz. Igen. Ő a legfiatalabb rajongat, és szíves elnézéseket kérném szépen, néha ilyet csinálok. Nem azért, mert csöpög az orrom, csak egyszerűen szíhésen úgy érzem, hogy ég, szúr, bök, a szemem könnyezik, és a hangom olyan, nem tudom. Szerintem a beszéd hangom, nem? Kéne énekelnem egyet, és akkor megnézem, hogy estére milyen a hangom. Mindjárt keresek, ne figyelj egy nótát. Na, Kornél, én keresek neked valami szép dalt. Mit mondasz? Belekattintunk ezekbe a dalokba. Te melyiket ajánlanád a kedves hallgatóknak? Van egy ilyen, hogyha nem vagy, amíg hát, élsz, szerencse fia. Nekem igazán most, ami nekem a kedvenceim közé tartozik, azok a boldog percek, mert egy kicsit igazán a szüleimnek is szól a dal. Azok a boldog percek? Hallgatnak tégedet most a kedves szüleid? Igen. Mondtad nekik, hogy bent leszel a rádióban? Igen, szóltam nekik, hogy 4 órától. Én most szégyellem magamat, de én tudom, hol lakik, hol született anyukád, ugye, mert tegnap ott mentünk, igen, át. De én szégyellem magamat, nem tudom a nevét. Hát édesanyámat Arankának hívják.
Aranka, így lehet szólítani? Aranka? Igen. Hát akkor csókolom Aranka kezét, csókolom minden a messzi távolból, Zalaegerszegen vagyunk. Az önkedves fia nagyon jó helyen van. Jól, nagyon jól sikerült a tegnapi fellépése. Durván mondhatnám azt is, hogy a lányok lecibálták a színpadról, ez nekem is furcsa volt. A szószoros értelmében állt a színpadon, és akkor megfogták. Még szerencsé, nem estél el? Hát nem, biztos lábakon állok azért. De hát ez biztos, ez a sikernek lehet bemondani, mert nagyon-nagyon jó koncertet adtál, hál' Istennek, én nagyon örülök, mert büszke vagyok. Rád is büszke vagyok, mert ugye én azért hozott anyaggal dolgozunk, de azért néha azért tudod, mikor rád szólok, azért ezért nem haragszol meg, ugye? Nem, abszolút. Én úgy érzem, hogy ezek a negatív értékelések is építő jellegűek. Hát csak építő jelleggel szólok rád, mert ugye az ember, nekem is volt tanárom, nekem is mondta, hogy Miki, ezt így csináld, ezt úgy csináld, mert hogyha az ember, ez hol lehet? Csak a színpadon lehet megtanulni igazából, vagy igen, előtte ez jó pár beszélgetés, hogy ezt így csináld, ezt úgy csináld, mert ugye az ember az anyja hasába ezt nem tanulja meg. És akkor ezek a boldog perceket Aranka néninek küldjük? Küldjük, igen. Na hát akkor Aranka néni, hogyha hall minket, akkor ezt a dalt nagyon sok szeretettel a kedves fia előadásában önnek szeretném küldeni, és minden kedves rádió hallgatóknak szóljon akkor Kokó Bolytól Azok a boldog percek. Azok a boldog percek visszatérnek, hosszú úton
elkísérnek, sok-sok emlék újra rám talál. Felragyognak a régi tájak, a boldog percek rám találnak, vissza a jövőt még egyszer jó anyám. Azok a boldog percek visszatérnek, hosszú úton elkísérnek, sok-sok emlék újra rám talál. Felragyognak a régi tájak, a boldog percek rám találnak, vissza a jövőt még egyszer jó anyám. Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyeim és uraim. 16 óra 28 perc van, és a Kokó Bolya vendégem, a Kornél, azaz Kovács Kornél, az egyik kedvencem, már olyan értelemben kedvencem, hogy a felfedezettünk, azaz visszük magunkkal mutogatni, és büszkék vagyunk rá, hogy nagyon jó előadást ad. Például tegnap este is leszették a színpadról a lányok, de igazából azért úgy volt bennem ám egy ilyen kis irítség, hogy de jó ennek az, nincs itt anya? Nincs, jó van, nem hallja. Hogy a jó kis csajszikákat cibálják, én meg csak itten. Nem, ez nagyon örültem neki. Azt mondja, Köböl Zoltán, szia, jó napot, szia, üdvözöllek Zoli. Beszélgettünk épp a tegnapi fellépésről, meg hát nem csak a tegnapiról, mert most már második vagy harmadik, nem tudom hány hetet megy ez a turné. Az, hogy minden héten megyünk, az a kedves rádióhallgatók jobban tudják, mert hétvégén nem vagyunk, de én úgy gondoltam, hogy ha most van egy kis szabad percünk két koncert között, akkor ha már itt van a Kornél, akkor egy kicsit megszólaltatom. Kornél, mit mondasz? Például Herceg Zsuzsa azt mondja, köszönöm Kokó, pénteken a házi buliban is ez szólt nekünk, puszi. Puszi ez a szép hölgy téged. Hát én nagyon örülök, hogy ilyen pozitív hozzászólások vannak a dologhoz. Ez szerintem mutatja a közös sikerünket, és remélem, hogy a továbbiakban is csak ilyen hozzászólások lesznek. Hát ha rosszat teszel, akkor biztos, hogy megverlek, ami azt jelenti nálam, tudod, hogy én jó is tudok lenni, meg gonosz manó is. Táncolunk sőtörű Kokóval, nézz oda Bosszival, meg ott a lányokkal. Igen. Fú, de meleg volt. Emlékszem, még a technika ki is kapcsolt. Emlékszem rá. Pont az erősítőre sütött a nap, és aztán néha szegény azt mondta, hogy elég volt. Azt mondja, drága Kokó, öröm, emlék. Itt a kedvenc képünk, nézd meg. Bosszival, Kisztolmácson. Jó, én azért csak ez a Roik Feri nem lesz féltékeny, de szerintem biztos vagyok benne, hogy nem lesz. Olyan jó csapat volt, hogy nagyon, de nagyon örültem annak, hogy ez a Kisztolmács létrejött, és nagyon jó volt. De annak ellenére, hogy most a Laci rendez 26-27-én egy ilyen Merci találkozót, tegnap én hallottam, hogy egy kicsit mérges volt a Lacink, és én úgy vettem észre, hogy, vagy úgy gondolom, hogy nem tudom ehhez mit mondjak, semmi komment, mert sokan azt mondta, hogy 25-en jelentkeztek. És ugye mikor azt a kis egyszerű kis 4000 forintot be kellett volna fizetni, mert felrakta a bankszámlaszámot, vagy a jelentkezést, hogy egyáltalán komolyan kigondolja, senki se jelentkezett. És én anyával megbeszéltem, hogy 25-én lesz koncertünk ott, egy születésnapi buli lesz, voltak éppen mondhatom azt, és akkor 26-27 nem lesz, mert hát kinek, ha most nincsenek jelentkezők, akkor ez nem tudom. Ha a Rostás Laci hallasz, akkor ez van. Nem tudom, de hogyha addig még bejelentkeznek, mert ugye van még egy hét, akkor megyünk, és akkor Kokobó is ott lesz velünk, és remélem, hogy még jobb bulit csinálunk, mint Kisztolmácson, ami volt. Hát szerintem annál sokkal jobbat már nem lehet, mert ott csodálatos volt a közönség. Mindennek van ám, még plusz, még, én maximalista vagyok ám, tudod. Igen. Kelemes délután, kedves Csipet csapat, küldöm millió puszi mindenkinek, strandol a Melinda, de jó neki. Én is mindjárt megmosom a lábamat, és én is strandolok, nem? Vagy letusolok. Mondjuk ez már megtörtént. Na, Kornél, mondjál valami szépet. Erzsikének is szoktam mondani, hogy mondjál valami szépet. Nem? Semmi gond. Jó van, akkor én. Mert anya mindig azt szoktam mondani, hogy én. Hát most anya elment a Tesco-ba, képzeljék el, valamelyik élelmiszer volt, de nem tudom, de azért megyünk már Tesco-ba, mert közel van. Nem azért, mert olcsó, meg mert relatív, hogy mi az olcsó, de ez közel van, és elment a kutyusnak valami manzsét venni, valami kis kutyakaját, mert kifogytunk a hétvégén. Az imént anyukádnak küldtük a dalt, úgy vettem észre, ugye, Kornél? Igen. Nagyszerű. Van ám neked még több dalod is.
Hát jócskán több igen, dalod. A másik, úgy érzem, hogy kicsit szívemhez közel áll ez a dal, amit igazán tőletek kaptam, és ezt szeretném is megköszönni így élő egyenes adásban. Van a Szerencse fia, amit tegnap is nagyon sokan kértek tőlem, uh-huh. ezen a falunapon. Azért nekünk is jól esett, mikor oda bekiabálták, hogy a Szerencse fia, ez olyan jó volt, nem? Olyan... Igen, igen. Mint szerző is azért, úgy azért az embernek jól esik. Hát mondjuk ez a Szerencse fia, hölgyeim és uraim, az el kell önöknek mondanom, tudniuk kell, hogy ez aranylemez lett. Bizony, ugye az aranylemez régen 100 000 példány volt, és a mai világban 5 000 példány. Na most a mai világban az 5 000 az ugyanannyit jelent, mint a régi 100 000, mert manapság nekünk is az összes albumunk fent van az interneten, és le lehet másolni. Ez tiéd is itt van fent, különben. Igen. A Kokóboly, hogy na persze, az összest felraktuk, hiszen nézd meg, hát azért. Igen, látom. Mi ez a puszilkolódás, picim? Hát ez még kis tolmácson ezen a nagy oda van élve, hogy baráti puszi. Na hát akkor ezt a Szerencse fiát küldjük minden kedves rádió hallgatónak, mit szólsz hozzá? Mehet? Hát akkor szóljon mindenkinek ez a dal. Minden kedves barátunknak, aki a csoportban van, és minden kedves rádió hallgatónak, aki most kint hall minket, úgy értem, hogy kint, ugye, mert vannak a belső hallgatók, a csoporttagok, és vannak a külső hallgatók, akik nincsenek bent a Facebookon, de a www.mercyradio.hu-t hallgatják. Hát akkor csendüljön föl, én a Szerencse fia vagyok. Könyvben bele van írva az életem, a szerencsével szerződést kötöttem, mert én a szerencse fia vagyok. Nekem a szerencse tója a szekerem, kezébe fogja a tenyerem, mosolyog rám, amikor keresem, mert én a szerencse fia vagyok. Vár rám az élet, én senkitől sem félek, mosolyogva élek, boldog vagyok. Fütyörészve járok, várnak rám barátok, fortunának én a fia vagyok. Előre megírták a nagy könyvben, bele van írva az életem, a szerencsével szerződést kötöttem, mert én a szerencse fia vagyok. Nekem a szerencse tója a szekerem, kezébe fogja a tenyerem, mosolyog rám, amikor keresem, mert én a szerencse fia vagyok. Vár rám az élet, én senkitől sem félek, mosolyogva élek, boldog vagyok. Fütyörészve járok, várnak rám barátok, fortunának én a fia vagyok. Vár rám az élet, én senkitől sem félek, mosolyogva élek, boldog vagyok. Fütyörészve járok, várnak rám barátok, fortunának én a fia vagyok. Megírták a nagy könyvben, bele van írva az életem, a szerencsével szerződést kötöttem, mert én a szerencse fia vagyok. Nekem a szerencse tója a szekerem, kezébe fogja a tenyerem, mosolyog rám, amikor keresem, mert én a szerencse fia vagyok. Vár rám az élet, én senkitől sem félek, mosolyogva élek, boldog vagyok. Fütyörészve járok, várnak rám barátok, fortunának én a fia vagyok. Vár rám az élet, én senkitől sem félek, mosolyogva élek, boldog vagyok. Fütyörészve járok, várnak rám barátok, fortunának én a fia vagyok. Vár rám az élet,
én senkitől sem félek, mosolyogva élek, boldog vagyok. Fütyörészve járok, várnak rám barátok, fortunának én a fia, én a fia vagyok. Fortunának én a fia vagyok, énekelte Kornél, azaz Kokó, Kokó Boy. A Kokó Boy, az mit jelent? Kokó az a kókusz, ugye? És akkor a Boy az meg a fiút jelent. Kókusz, hát nem fiú? Tudom, ezt a nevet igazán még a tehetségkutatóban Fási Ádám ragasztotta rám, a Kovács Kornélból. Kokó, ja, hát igen, Kornél. Igen, hát Kornél. Apu adta neked a nevet? Fási bácsi? Igen. Imádtam az öreget. A mai napig is. Na hát, akkor jól vagyok, Kokó, köszi a dalt, Bóta Márta azt mondja. Jaj, de jó, Rékuskám a kedvence. Igen, nekünk meg Rékuska a kedvencünk, úgyis nagyon is kislány. Én már gondolkodtam is, ugyanis az én kisfiam is hasonló korú. Összeadjuk őket? Valószínű. Jaj, hát csinálunk egy jó bulit, semmi gond, de aztán ám akkor a Zsaniéknak össze kell ám szedniük magukat, mert azért több milliót le kell tenni, hogy egy valami nagy lakodalmat csináljunk, ahol minimum egy ilyen 1000 fős tömeg, ha nem nagyobb, mert ugye akkor meghívunk mindenkit. Aztán Sós Jócsi fölrakta a baráti puszit, nagyon jó. Tegnap este ott volt a Horváth Feri, a Kakas, és azt mondta, hogy a Merci együttessel. Neked mi a vélemény, vagy hogyan volt ez? Hát igazán ő szerintem nem velünk lépett föl, ő csak előttünk mutatkozott be. Ő is még annó a Fási Mulató tehetségkutatójából került ide. Mert hivatalosan tudomásom szerint ez úgy volt, hogy Attila házi bulival, Magic of Music, Attila, vagyis bocsánat, Attila, Magic of Music, Merci, Kokó Boy. Ez így volt a program leadva, és utánunk jött a Sandy, ő is. De ő nem a Merci együttessel volt, meg nem az Attilával volt, hanem ő egy külön fellépő volt, ugye? Igen. Én úgy vettem észre. Hát én úgy tudom, hogy az ottani polgármester adott neki lehetőséget, a szomszéd faluban élő zenész, hogy bemutatkozhasson a nagy közönség előtt. Aha, igen, igen. De ügyesen dolgozott is. Nézd meg, felrakták itt ezt a nagyon szép csoportképet. Mi a véleményed? Nagyon jó. Igen, ez Kistolmács előtt, ott a forrásnál. Hát ahol a gyógyító hatású víz volt, igen. És a szépítő hatású víz. Nézd meg, milyen jól néz. De ki mellett? Katika mellett vagy? De ezt a képet, illetve ez után kellett volna elkészíteni, ugyanis ez a forrás szépítő hatású is, és itt a hölgyek tényleg megfiatalodtak. Ugye mindenki 23 lett, nem 24. Nem tudok ránodítani jobban, de különben nekem nagyon gyanús vagy, mert át van ölelve ott. Á, ölelett Katikát, nézd oda. Puccova Katerinát, látod? Persze. Ad neked majd, Sanyi bácsi, ne félj, de ott nem. Ott már indult a fiatalodás. Aha, melletted kifiatalod, Katika, nagyszerű. Mennyi lájkot kapunk itt, azért egyet benézünk. Mit hívnak a kedves hölgyek, urak? Na, fölraktam rólad egy képet. Látod ezt a képet? Igen. Én nekem ez a kép, ez igazi kokóboly, ez a vagány, jóképű, fiatalos, még mit mondjak rá, de a végén még félreértik. Nem hiszem, ha félre fogják érteni, mert kettő családom van, és imádom a nőket. Nem, hát igazán ez még a kezdetén készült ez a kép. Azóta már van több is. Igen, aztán közben Horváth Feri is itt hallgat minket. Sziasztok, szép napot, Erzsike, Miki és Kokó Boy. Szia, Ferikém, szia, üdvözöllek. Nagyon jó ez a képet. Különben ugye ez profi kép, ez úgy nézel ki rajta, mint valami külföldi előadó számomra. Én úgy emlékszem rá, mit írtak rá, hölgyek? Nagyon jó kép, ilyen van nekem. Milyen van neki a Rapak Istváninak? Igazi vagány. Na, ezt a vagány szót, ezt még nem is hallottam. Wow, klassz kép, azt mondja Zsuzsanna. Nagyszerű, Zsuzsi, tetszik. Tehát mindenkinek, én úgy vettem észre, hogy szimpatikus kis kölök vagy. Ez a dinnye, ez mit került? Hogy került az oda? Hát én úgy tudom, hogy valamelyik Merci rajongótól kaptátok ezt akkor ajándékba. És valaki ráférkált szemet, orrokát, látod? Nagyon, de és igen, a másnap azt tettük meg, emlékszem már, nagyon finom dinnye volt. Aztán az a Hermina, a Buzgóik Herminája, nézd meg, ez jó kis buli volt. Igen, ez Halásziban volt ez a te buli. Honnan tudod ezeket a neveket?
Megjegyzed? Hát meg, mert nekem ez mindegyik fellépés egy nagyon kellemes emlék, és bízom abban, hogy még sok éven keresztül lesznek ilyen kellemes emlékeim. És közben beszélj, mert iszok egy és vizet. És nagyon jól esett, hogy itt Halásziban Szlovákiából is nagyon sok Mercy rajongó csak azért átjött, hogy minket élőben láthasson, illetve egy pár szó erejéig baráti beszélgetést folytassunk velük. Nagyon jól esett. Nekem a süti esett jól nagyon. Meg az, inkább nem is jól mondtad különben, én kérek elnézést. Az, hogy azok az ismerős arcok a csoportból, és olyan jó volt, mintha hazajöttek volna, vagy mintha egy család lett volna. Épp tegnap az Unknown Boys Ákossal, vagy nem, igen, találkoztunk, és éjjel hazaértünk, olyan 3:30 fele beírtam, hogy megjöttünk, minden oké, és utána nézegettem, hogy mit írogatnak, és az volt benne a poén, hogy azt mondja, hogy mintha nem tudom mióta, régóta ismernénk egymást. Én nekem ez olyan jól esett, és ez igaz. Nagyon-nagyon igaz, hogy mondjad, mit mutattál nekem? És közben látom egy hozzászólást, Majornina Janet beleegyezett ebben a tervezett lakodalomban, és neked üzeni, hogy ők már gyűjtik a lóvét, úgyhogy te is tedd ezt. De nekem nincs kisfiam, picim. Nem baj, de te, én leszek a... te leszel a szervező, illetve a násznagy. Násznagy, jó van. Nem, én leszek a keresztülő, mind a kettőnek ugye a második keresztülője, és akkor nekem kell kiváltanom, ha valaki sok pénzt tesz a menyasszonytáncba, nem? Igen. De ugye azt szokták csinálni, hogy aki, hogyan van ez? Segítsél egy kicsit, légy szíves, hogy aki például oda megy a menyasszonytánchoz, te például oda mész 50 ezer. Amikor kiabálják, hogy eladó a menyasszony, és aki abban a pillanatban a legtöbb pénzt leteszi, akkor abban a pillanatban az ővé a menyasszony. Hát és ez természetes. Ezt überelni kell, amíg nincs, addig áll a tánc, és a menyasszony megvan véve. És addig táncol vele, aki a legnagyobb aki, összeget. Aki megvette. Igen. És ugye a keresztapának kell kiváltani, már olyan értelem, igen, hogy többet rá. Igen. Ó, hát tönkretesztek engem. Táncikálunk söjtörön Kokóval. Hát igen, az nagyon jó kis buli volt, de nem csak a söjtöri volt jó. Oké, Kokó, megvárunk benneteket, de akkor ti is lesz számlakodalom. Hát oké, Janett, gyűjtöm, esküszöm. Ha a naponta csak 2 forintot leteszek, az már jó, nem? Hogy 3 forintot. Jó, ne politizáljunk, hagyjuk a pénzt másra, engem vigyen föl a padlásra. Tegnap hallottam, hogy egy pár olyan politikai vicces valami felkerült az oldalra, amit nem szívesen láttunk, és gyorsan a kedves kollégák levették. Nagyon szépen megkérem rá kedves tagokat, hogyha tehetik, kerüljék az ilyen vicces, poénos be szólásokat képekkel illusztrálva, mert ez politikai mentes oldal. Mert hogyha új tagot tette volna ezt, akkor azt mondom, hogy oké, szegény nem tudta, pedig mindenkinek küldünk egy olyat, hogy mik a feltételei, mi a paraméterei, és ez az oldal, ez politika mentes, ez a szeretetről szól, és a zenéről. Na most akkor nézzük tovább ezeket a képeket, vagy én úgy gondolom, hogy akkor valami zenét előveszek a hűtőszekrényből. Na, Kornél, hogyha nem vagy, amíg élsz, úgy sír a szél, töltsel egy éjszakát, tessék, az mit szólsz te hoz a dalhoz? Én nagyon szeretem ezt a dalt, egy nagyon kellemes hangzású dal lett belőle, és ezt ugyanis tegnap te felajánlottad ott valakinek. Nem, hát ez volt benne a poén, és nagyon, nagyon vették az adást. Igen, volt rá jelentkező bőven. Ugye az volt, aki hangosabban tapsol, az eltölthet Kokóval egy éjszakát. Tölts velem egy éjszakát, fogadják sok szeretettel Kovács Kornél, azaz Kokóbolytól.
Tölts egy éjszakát nálam, régóta csak erre vágytam. Érzem, hogy élek, mikor kezemhez írsz. Vártam már sok évet másra, kerestem az éjszakában. Értéket, mint te, soha nem kapok én. És vártam, hogy majd arra kérsz, hogy együtt legyünk, amíg élsz. Csak menj, hogyha más csókolnál, én várlak, ha kárpótolnál. Nem számít már bármit tegyél, csak még egyszer nálam legyél. Tölts egy éjszakát nálam, régóta csak erre vágytam. Érzem, hogy élek, mikor kezemhez írsz. Vártam már sok évet másra, kerestem az éjszakában. Értéket, mint te, soha nem kapok én. Nálam, régóta csak erre vágytam. Érzem, hogy élek, mikor kezemhez írsz. Vártam már sok évet másra, kerestem az éjszakában. Értéket, mint te, soha nem kapok én. Tölts egy éjszakát nálam, régóta csak erre vágytam. Érzem, hogy élek, mikor kezemhez írsz. Vártam már sok évet másra, kerestem az éjszakában. Értéket, mint te, soha nem kapok én. Hölgyeim és uraim, önök a Merci Rádiót hallgatják, remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Én most egy kicsit elkámpicsorodtam, mert vannak a... Tessék? Haló? Mit mond anya? Azt mondom, hogy nem szabad elkámpicsorodni. Anyu azt mondja, hogy ne kámpicsorodjak el. Nem, csak egyszerűen arról van szó, hogy a kedves új tagok még nem tudják, hogy a rádiónak van két kívánságkérő oldala. Van a szívküldi szívesen, és van a hétköznapi kívánságok. A hétköznapi kívánságok azok arról szólnak, hogy este 10 után, azaz 10-től, mikor van a baglyók éjszakája, amikor vagyunk, azt leadjuk. És mivel az oldal nagyon, de nagyon pörgős, ezért kérem, az oldalra ne kérjenek dalokat. Főleg úgy ne kérem szépen, hogy megtisztelt minket Kovács Kornél jelenlétével itt a stúdióba, és felrakták, legalábbis én felraktam egy nagyon jó vagány képet róla, és a vagány kép alatt odaírja a Kerekes László, hogy sziasztok, Kerekes Gyuritól játsszátok le a dalt, léci. Most nem a Kerekes Gyuri, Lacikám, üzenem neked a vendégem, hanem a Kovács Kornél. És hogyha esetleg azt írtad volna be tiszteletből, vagy finomságból, vagy esetleg figyelmességből, hogy a Kokótól egy dalt szeretnék kérni, azt még azt mondom, hogy rendben van, mert pont aláírtad a képe alá. De majd, hogyha a Kerekes Gyuri lesz a vendégünk, akkor őtőle. Most én legalábbis egy fél órát szeretnék, vagy egy pár percet még tölteni a Kokóval, az a Kornéllal, és ezért a Kornél dalait fogom lejátszani, mert ő megkért minket. Na, menjünk tovább! Na, hát akkor tessék, anyukám. Itt van az anyu, itt beszélsz egy kicsit a mikrofonba, itt van anyuci.
Ide jöhetsz, gyere egy kicsit. Szia, üdvözöllek. A mikrofonnál Hegedűs Erzsébet. És Train a Miki még mindig, én pedig szót kaptam. Na. Hála Istennek. És elmondanám én is azt, hogy ha kértek, akkor legyetek szívesek a rádiónak az oldalán lévő kívánságoknál kérni. Amikor vendégünk van, akkor a vendéggel foglalkozunk, de természetesen, ha itt vagyunk és dolgozunk a rádión, szívesen lejátszuk mindenkinek, főleg a Kerekes Gyuri barátunknak. Ő is a barátunk, ő is. Így van, amikor ő a vendégünk, akkor természetesen csak neki, de ha kérik a kívánság kosárba és van rá időnk, szívesen lejátszuk a dalait. No. Na, hát akkor menjünk tovább, anya. Így hogy van. Vagy, drágám? Hogy vagy? Köszönöm szépen, fantasztikusan, nagyon-nagyon-nagyon jól érzem magam, hiszen egy nagyon jó műsoron vagyunk túl, és most bocsánatot is kell kérni, mert gyorsan téged is ki foglak lopni innen a rádióból, hiszen egy-két dalt még a Kokótól lejátszol, utána gyorsan öltözünk és megyünk, mert 6 órára már puszta Szent Lászlón leszünk. Este meg Szombathelyen. Este pedig Szombathelyen vagyunk a Mulatós Klubba, ott várunk minden kedves érdeklődőt, szívesen látunk és beszélgetünk. Szeretne minket hallani élőben, azt tegye, aki Vas megyében lakik, Szombathely és környéke. Ma este ott leszünk. Vagy ez a Zala megye környéke? Mindegy. Zalából is jönnek, Zalaegerszegről is jelentkeztek már be. Csoportban nagyon szívesen látjuk, illetve Budapest környékéről. Anyu, tegnap kik tiszteltek meg minket? Te tudod a neveket. Az Underboys? Ja, az Incike meg az Amberboy. Igen, Incike. Igen, Ákos, igen, ők tiszteltek, de volt ott Beácska is, ott volt. Voltak többen, akik a csoportunk tagjai, de most is hálával gondolok az Amberboy kis Ákosra és az Incikére, aki hatalmas virágcsokorral lepett meg engem, illetve minket, és egy nagy felévattal, hogy www.merci.hu. És ki volt éve, hogy merci.radio.hu. Ez jó volt, nagyon nagyszerű. Hallgatni. Köszönjük szépen nekik, hálásak vagyunk. Puszillak benneteket innen a rádión keresztül is, drágáim. Na, hát akkor menjünk tovább, akkor leveszem anyuról a hangot, és akkor kérem szépen vissza Kornélt ide a mikrofonhoz. Légy olyan kedves, Kornél, gyere vissza. Egy nagyszerű. Kornél, nézd meg ezt a képet. Ez a kislány, ez megfog mindenkit. Nézd az én monitoromra? Igen, ő egy szlovák rajongónak az unokája. Patikának, azt tudom, az egyik kedvencem. Egy gyönyörű kis szőke kis angyal volt. Addig még itt bent voltunk, látod? Nagyon jó. Nagyon jó kis kép. Aztán hallgatod, Puszika, Erzsike, jó hallani a hangodat, aztán gyorsan már Erzsikének is reagáltak. Na, hát itt ez egy nagy mulatozás volt, látod? Igen. Nagyszerű, nagyon jó. Na, szuper Kokó, szuper, köszönjük, nagyon jó. Na hát, azt mondja, hogy kedveli, lesz éjszakai baglyok. Mit kértek, azt mondja, hogy lesz ma éjszakai baglyok? Lesz ma éjszakai baglyok? Hányszor fölírta a László? Háromszor. Lacikám, hétvégén nincs éjszakai baglyok, azért nincs mert úgy van a reklám, hogy hétközben, hétvégén nekünk is meg kell élnünk, és ki kell szolgálnunk a kedves nem csak a rajongókat, hanem közönséget, azokat, akik szeretnének minket élőben látni, mert nem csak a rádió és a televízió van, hanem az a lényeg, hogy ezeket a zenészeket élőben is szeretnék nagyon sokan látni, és nekünk hétvégén koncerteket kell adnunk. Hál' Istennek nem panaszkodunk napi, ma is van 2, holnap nagyon messzire megyünk, aztán tegnap is volt, szóval mennek a dolgok, pörögnek a dolgok. Na hát kérem szépen, Kornél, nézzünk egy jó kis dalt, ide teszlek szépen. És milyen dalok vannak itten, egy pillanat ide visszateszem, még egyszer. Kokóboly. Na, itt vannak a Kokóboly dalai. Lesz jó volt, iszonyú jó volt, gesztenye. Ne, ez nekem tetszik. Adjuk be ezt, jó? Menjünk egy kis cigánybában. Hogy bulizunk egy kicsit délután is, jó? Na hát akkor ezt a Lacinak küldeném az éjszakai baglyok helyett, ezt a dalt. Lacikán, fogad nagyon sok szeretettel, ez az egyik kedvenc dalom. Jövő héten cigánybába készülök, a babámmal egyet-kettő pördülök. Felveszem az öltönyöm, a lakcipőm, na meg a rózsás nyakkendőm. Beöltöztetem a runnyit aranyba, a sok pénzt meg felszedem én kamatba. Bréles gyűrű aranyóra karkötő, így leszek én a menő. Hallja
szeretni, a bánatom a hat feledni. Hazafelé kinyitom én a verdát, magam mellé beültetem a babám. Egész éjjel úgy fogok én hajtani, a kezemben a viszki. Most az egyszer az asszonyra hallgatok, megígérem neki többet nem iszok. Azt hazudja úgy vezettem aludva, Istenem, hogy mentem hozzá. Hajjaj, Istenem, belehalok, ha én a bárba valahogy el nem jutok. Egész éjjel ott akarok mulatni, a bánatom a hat feledni. Hajjaj, Istenem, belehalok, ha én a bárba valahogy el nem jutok. Egész éjjel ott akarok mulatni, a bánatom a hat feledni. Hazafelé kinyitom én a verdát, magam mellé beültetem a babám. Egész éjjel úgy fogok én hajtani, a kezemben a viszki. Most az egyszer az asszonyra hallgatok, megígérem neki többet nem iszok. Azt hazudja úgy vezettem aludva, Istenem, hogy mentem hozzá. Hajjaj, Istenem, belehalok, ha én a bárba valahogy el nem jutok. Egész éjjel ott akarok mulatni, a bánatom a hat feledni. Hajjaj, Istenem, belehalok, ha én a bárba valahogy el nem jutok. Egész éjjel ott akarok mulatni, a bánatom a hat feledni. Önök a Merci Rádiót hallgatják, 17 óra van, kérem szépen, és híreket mondunk. A mai hírösszefoglalónkat a medve fogja beolvasni, én addig leállítom ezt a zenét. Jó volt, anyu? Brum. Brum, brum, brum. Na hát, ez nagyon jó kis hírek voltak, és akkor menjünk tovább egy olyan dallal, mert az imént már elindult, de aztán közben megállítottam, mert ezt a brummogást, ezt nem tudtam. Ezt überelni nem tudom. Még egyszer, anya? Brum. Vagy most, anya, te egy kicsit brummogjál. Brum. Hú, micsoda jó hírek. Még egyszer? Brum. Ez nagyon meggyőző. De ha még egyszer megkérdezed, akkor azt mondom, hogy brum, brum. Ajaj. Na hát, hölgyeim és uraim, azért közben el szeretném mondani, hogy ma délután egy icike-picikét szerettünk volna önöknek a hiányunkat pótolni, az, hogy nincsen hétvégén. Ugye hosszú hétvége van, és ezáltal ugye hétvégén nincsen baglyok éjszakája. Eddig se volt baglyok éjszakája hétvégén, mert ugye kellett dolgoznunk, mert a bányában a fiúk dolgoznak. Ezzel a dallal szeretnék önöktől elbúcsúzni, elköszönni, mert lassan meg kell mostam a lábamat, készülődnöm kell, meg kell borotválkoznom, és nem mondják azt a hölgyek, hogy hely, ez a gyerek ápolatlanul gyűjt ide énekülni, és remélem, hogy jól leszek. Van gyógyszer, anya, amit valamit beveszek? Hogyne? Micsoda? Erzsicilin? Most nem lehet erzsicilint bevenni. Na most kérem szépen, majd valami gyógyszert azért majd talál. Majdnem kimondtam. Micsoda? Ki nem mond, de mit? Hát ha ki nem mondjam, akkor mit? Nyugodtan, édesem, szabad. Na hát, tegyünk ki 18-as karikát? Tegyünk rá inkább pontot. Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét. Önök Kovács Kornélt, azaz Kokobolyt hallották, Hegedűs Erzsébetet hallották. Most valaki viccelődik velem? De viccelődik, légy szíves, figyelj oda, jó, adásba vagyok. Köszönöm szépen. És akkor, hölgyeim és uraim, akkor menjünk tovább. Ezzel a dallal szeretnénk elbúcsúzni. A mikrofonnál Hegedűs Erzsébet volt, aztán Kokó, Kovács Kornél, és jó magam, az S. Miki. Én most ezek után nem Strein Miki Attilát beszélünk, hanem csak annyit, annyi, hogy S. Miki. Szerinted jó lesz ez? Röviden, nem? Sömiki. Úgy jó lesz. Sömikit hallották. További szép napot szeretnék önöknek kívánni.
Estel elittem a csajomtól, hogy most hívtak fel a melóból, hogy be kéne menni éjszakára, el is hitte szegény pára. Persze nem hívtak, vagyis nem onnan, parti volt a kantinban, hogy ki van kérve az italom régen, ott van az én helyem. Folyik a sör, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Sör, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínben látom a világot, be vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Reggel leléptem a kocsmából, hogy most hívtak fel a melóból, hogy be kéne menni reggel hatra, be is vette az egész banda. Persze nem hívtak, vagyis nem onnan, az asszony volt a vonalban, hogy a híd alatt van az összes ruhám, ott van az én helyem. Folyik a sör, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Sör, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínbe látom a világot, ne vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Jaj, jaj, de fáj a fejem, holnap egész nap kekszet eszem. Ajajajajajajaj, de fáj a fejem, van hány ingehem. Folyik a sör, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Sör, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínbe látom a világot, ne vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Folyik a sör, a bor, a pálinka, ígyunk le magunkat állatra. Jaj, de jó ez a csúcs szuper érzés, amikor a fejembe jön ez a bizsergés. Sör, a bor, a pálinka, és ne gondoljunk a másnapra. Rózsaszínbe látom a világot, ne vagyok rúgva, hopp, hé, hopp. Szeretek egy szőke kislányt, érte majd meghalok, de tiltják tőlem a csókjait, mert roma csávó vagyok. Hogy kísérjem el a bálba, de hogy táncoljak véle, ha tiltják tőlem a szerelmét, mert fekete a hajam színe. De befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba, a babám estére. Befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba, a babám estére. Se gatyám, sem ingem, egy szőke kislány szerelme, nékem minden kincs.
sincsen. Ne bántsatok, ne bántsatok, ne bántsatok érte, hisz nem tehetek én arról, hogy fekete a hajam színe. De befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba a babám estére. Befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba a babám estére. Segatyám sem ingem, egy szőke kislány szerelme, nékem minden kincsem. Ne bántsatok, ne bántsatok, ne bántsatok érte, hisz nem tehetek én arról, hogy fekete a hajam színe. De befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba a babám estére. Befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba a babám estére. De befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba a babám estére. Befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba a babám estére. De befestem a hajam, befestem szőkére, úgy kísérem el a bálba a babám estére. Kereslek én szüntelen. Virágos kert a szívem, tiéd lehet. Nélküled elhervadok, ki leszel? Virágos kert az én szívem, nincs ki megöntözze. Az én szívem ragyogását, nincs ki átölelje. Felnézek a kékig felé, kérdem az Istentől, miért nem múlik el a bánat már az én szívemből. Nem alszom át az éjszakát, csak szeretném hallani még a hangod már. Virágos kert a szívem, így lehet. Nélküled elhervadok, ki leszel? Virágos kert az én szívem, nincs ki megöntözze. Az én szívem ragyogását, nincs ki átölelje. Felnézek a kékig felé, kérdem az Istentől, miért nem múlik el a bánat már az én szívemből. Virágos kert az én szívem, nincs ki megöntözze. Az én szívem ragyogását, nincs ki átölelje. Felnézek a kékig felé, kérdem az Istentől, miért nem múlik el a bánat már az én szívemből. Szívem ragyogását, nincs ki átölelje.
kiki felé, kérdem az Istentől. Miért nem múlik el a bánat már az én szívemből? Virágos kert az én szívem, nincs ki megöntözze. Az én szívem ragyogását, nincs ki átölelje.